Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Slajho Zénó vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Dombóvári Fórum, űrkutatástól a közelgő választásokig. Testületülés Tolnán, új parkoló, új óvodai játék és kiterjesztett közvilágítás. Növekvő bírósági teher, kiemelkedő hatékonyság Tolnában. Bál és zenés műsor, húsvéti rendezvény, Hőgyészen. Dr. Ferenc Orsolya, miniszteri biztos, parlamenti képviselő volt vendége Dombóváron Pintér Szilárd polgármesternek és Potápi Árpád János államtitkárnak, országgyűlési képviselőnek. A jó hangulatú beszélgetés során számos témát érintettek az űrkutatástól a közelgő választásokig. A vendégünk volt itt Dombóváron dr. Ferenc Orsolya, országgyűlési képviselőtársam már egy éve, űrkutatásért felelős miniszteri biztos asszony, akinek az előadásait én eddig is nagyon szerettem hallgatni, és hogyha tehetem akár a tévében, akár másút, vagy fórumokon szívesen találkozom vele és hallgatom meg, mert olyan szakmai tudása van, ami lenyűgözi az embert. És azért politikusként is, közéleti szereplőként is én azt gondolom, hogy érdemes megfogadni a tanácsait, meghallgatni a gondolatait. Ferenc Orsolya miniszteri biztossal arról is beszélgettek, hogy az űrkutatás miért fontos a mai világban, és mit jelent a 21. században a technológia. Milyen mélységig érinti az emberek mindennapjait sokszor akkor is, hogyha nincsenek is tudatában, hogy ezeknek a technológiai eszközöknek, a műholdaknak az alkalmazása könnyíti meg az életüket. És egy kicsit áttekintettük azt is, hogy az orosz-ukrán konfliktus kapcsán az űrtevékenységnek a jelentősége hogyan nőtt meg az elmúlt időszakban. Azt látjuk, hogy ez a szörnyű háború, ez a konfliktus, ami az orosz-ukrán háború, ami a mindennapjaink híreit átszövi, bizony részben szintén az űrtechnológiára alapul, és ennek következtében minden országnak fontos figyelnie erre a szektorra is. Arról is szó volt, hogy az Európai Unióban milyen folyamatok zajlanak, a háború vagy inkább a béke irányába indul el a politizálás az elkövetkező időszakban. És mi magyarok, akik békeszerető nép vagyunk, mit tehetünk és mit kell tegyünk azért, hogy nem csak Magyarország, de az egész kontinens számára elősegítsük a békét. A baráti hangulatú beszélgetés során arra is rávilágítottak mindketten, hogy Magyarország ellenzi a fegyveres konfliktus minden jellegű támogatását. Felülvizsgálják a közvilágítást, 30 új parkolóhelyet teremtenek, és új, biztonságos játékot telepítenek, mint egy 30 napirendi pontot tárgyaltak Tolnán. A képviselőtestület elfogadta a közbiztonsági beszámolókat, melyek egyértelműen azt jelzik, hogy Tolna jó közbiztonságnak örvend, de az is egyértelmű, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapjon a prevenció. Döntöttek továbbá újabb parkolóhelyek kialakításáról is. Parkolókról is döntöttünk. Egyrészt a Bartók Béla utcában Pittypangóvoda és a Bölcsőde előtti parkoló ugyanbár korábban megtervezésre került, bekérte a gazdasági bizottság a kivitelezésre az ajánlatokat. Most megszületett a döntés a megépítésre vonatkozóan, úgyhogy most már az építkezés ideje jön, várhatóan a tavasz végére, a nyár elejére el fog készülni ez a parkoló. Ugye ez több mint 30 parkolóhelyet fog jelenteni Béke és a Kazinci utca közötti szakaszán, a Bartók Béla utcának egy elég komoly fejlesztés lesz ott a két nevelési vagy intézmény környezetében. A Mözsizöldkert óvoda udvarára új játékokat kell elhelyezni, mivel a régiek elkorhadtak, használhatatlanná váltak. Ez mintegy 5 millió forintból valósulhat meg a következő hetekben, ahogyan a csapadékvíz elvezetés problémájára is keresik a megoldást. Csapadékvíz folyamatos probléma a településünkön. Egy utca tekintetében döntöttünk a Táncsics utcában, hogy megépítjük a vízelvezetést. Ez egy 55 millió forintos fejlesztés lesz várhatóan. Égetően szükség volt rá, mert ebbe az utcába két irányból is, Bánya közből, Tompa utcából is jön a csapadékvíz, illetve az utcában keletkező, ezért több ponton a lakóingatlanokat veszélyeztette, mind az úttesten, mind az árkon áttörve több esetben okozott ez problémát, ezért döntött a képviselőtestület, mivel már egyébként engedélyes terv van rá, hogy mielőbb lehetőség szerint ezen a nyáron elkészüljenek ezek a munkálatok.
Végezetül a közvilágítás fejlesztéséről is döntést hoztak. Ez szerint a meglévő vakfoltokat felmérik, megvizsgálják, és olyan sötét helyekre kerülnek új izzó kis lámpák, mint az Apraja falva óvoda előtti szakasza, vagy a textilház környéke. A Nagy Családosok Tolnai Egyesülete március 29-én tartotta húsvéti játszóját a Tolnai Kulturális Központban. A fókuszban a kézműveskedés állt, színeztek, gipszet festettek, gyöngyöt vasaltak, fadekorációkat, illetve mindenféle húsvéti díszeket készítettek. A szervezők kicsiknek és nagyoknak egyaránt készültek a korosztályhoz illő feladatokkal. A játszó végét pedig egy kincskeresési játékkal pezsdítették fel, szaladtak, futottak, hogy megtalálják a tojás formájú kis kincseket az épület körül, amit a végén igaz értékét tudtak beváltani. Körülbelül 70 gyermek vett részt az eseményen. Dr. Gesztesi Enikő, a Honismereti Szövetség pedagógiai munkabizottságának elnöke, klasszikafilológus, a Szekszárdi Garai János Gimnázium tanára, a Honismereti szakkör vezetője. Céljai között szerepel a hagyományok őrzése, a lokálpatriotizmus kialakítása a fiatalabb generációkban, ezért az egyesülettel programokat közvetítenek, előadásokat tartanak, kirándulásokat szerveznek, valamint versenyre készítik fel a tanulókat. Ennek szellemében tartották meg a Honismeret napját a Tolnai Vármegyei Szakképző Centrum Bezerédi István Technikumban, ahol a diákok egy szép műsorral készültek. Szoktam mondani, hogy a pedagógus szó az egy görög szó, görög szakos is vagyok, a pájsz a gyermek, az ágó pedig a vezetni. Mi vezetjük előre a gyereket. Ha vezetjük, akkor a gyerekek arra fele fordulnak, és nem csak a mobiljukat forgatgatják, hanem értelmes célokat tudunk nekik állítani, eléjük tenni. Igyekszünk bemutatni azokat a településeket, amelyen élnek. A személy jövedelemadó bevallási tervezetet, ami az ESZIA oldalon már március 15-e óta elérhetőek, mindenképp érdemes átnézni, szükség esetén módosítani, hívja fel rá a figyelmet a NAV. A jóvá nem hagyott tervezet az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válik. Azok, akik rendelkeznek KAU azonosítóval, ügyfélkapu, elektronikus személyigazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás, számítógépen, de akár okostelefonon vagy tableten is megnézhetik, kiegészíthetik tervezetüket, majd jóváhagyás után be is küldhetik. A NAV honlapjáról legegyszerűbb felkeresni az ESZIA portát, ugyanis a tervezetet nem küldi ki a NAV e-mail címre vagy az elektronikus tárhelyre. Minden kategóriában kiemelkedő a szekszárdi törvényszék, illetve járásbíróság az országos tendenciákhoz kapcsolódva és azokhoz viszonyítva. A civilisztikai ügyszakban a bíróságok munkaterhe jelentősen növekedett, ami a törvénymódosításoknak köszönhető. A Covid időszakban felfüggesztett kényszertörlési eljárások újraindultak, és ezek a kényszertörlési eljárások részben székbírósági befejezést indukáltak, részben pedig felszámolási eljárásokat eredményeztek, az pedig ügyérkezés növekedés a törvényszéki szinten. Tehát alapvetően ebben a szegmensben mozog az érkezés növekedésnek a háttere. Az OBH főosztályvezetője elmondta, a szekszárdi törvényszék mindenben kiemelkedően teljesített az elmúlt évben. Szekszárd a ügyforgalom kezelése az időszerűségi mutatók tekintetében az országos átlag fölött van, pozitív értelemben. A teljesítmény gyakorlatilag minden elismerést megérdemel, hiszen az érkezett és a befejezett ügyek aránya rendkívül kedvező, hátralépképződés nincsen a szekszárdi törvényszéken. Az egy éven belül befejezett járásbírósági ügyek volumene 92%-a aránya a teljes befejezésen belül, ami egyedülálló, és azt kell mondanom, hogy nagyon kevés ilyen vármegyét találunk, ahol ennyire magas lenne az egy éven belüli befejezési arány. Dr. Csullag Józsefné is megosztotta tapasztalatait és gondolatait az elmúlt esztendőről. Mint elmondta, a fellebbezési arány rendkívül alacsony, mi volt a megerősíti abban, hogy az ítélkezések megalapozottsága erős. Beszélnünk kell a 2 és 5 éven túli eljárásokról. A 2 éven túli eljárások száma járásbírósági szinten a tavalyi évben 69 darabról 53 darabra csökkent. 5 éven túli eljárásunk mindössze 4 darab maradt folyamatban,
kettő a Tamási, kettő a Paksi járásbíróság előtt, mindkettő civil, mind a négy ügy civilisztikai ügyszakban. Ez azt jelenti, hogy 5 éven túli ügyekkel büntető ügyszakban egyáltalán nem rendelkezünk, a törvényszéki eljárásokban sincs ilyen eljárás folyamatban. A problémákról is szó esett. Az egyéb igazságügyi alkalmazottak megtartása gondot okoz, mert nem képesek a versenyszférával tartani a lépést, az adminisztrátori feladatokat, valamint fizikai munkát végző 171 alkalmazott fizetésének a garantált bérminimumra növelése csupán a dolgozók 29%-át érintette. Egyébként a törvényszék jól gazdálkodott. A rendelkezésre álló előirányzatunk 2.985.371.000 forint volt, ebből felhasználásra került 2.984.466.000 forint, a maradvány, szabad maradvány 905.000 forint keletkezett, amely annak tudható be, hogy az év utolsó napján ennyi volt az előirányzat felhasználási keretszáma egyenlege, illetőleg szolgálati jogviszony megszűnése okán decemberben hóközi bérfizetés miatt átfutó tételből keletkezett ez az összeg. A jövőben próbálnak a megkezdett úton haladni, tovább csökkenteni az ügyhátralékot és javítani az időszerűségen. Egy tamási székhelyű erdő- és vadgazdálkodási társaság képviselője tett bejelentést március 28-án egy hétfős Pest vármegyei társaság ellen. A férfiak engedély nélkül gyűjtött trófeát és agancsokat kíséreltek meg elvinni az óbírodi területükről. A megközelítőleg 40 kilónyi talált agancs értéke meghaladja a 215.000 forintot. A tamási rendőrkapitányságon indított ügyben mindannyiukat gyanúsítottként hallgatták ki lopásvétsége miatt. Hatalmas csőtörés adott munkát a Nagydoragi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Az Ady Endre utcában történt a vízvezeték sérülése, melynek következtében a település több pontján vízhiány lépett fel, valamint az utca egyik lakóházának szuterénjét is elöntötte a víz. Az önkéntes tűzoltók a helyszínre siettek és kiszivattyúzták a vizet. A Hőgyészi Székelykör minden évben Húsvét vasárnap megtartja a Húsvétoló című rendezvényét. Az esemény a Művelődési Házban zajlott, ahol Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is felszólalt. Herceg Gábor, az esti fellépő tánccsoport vezetője ismertette, milyen műsorral készültek a rendezvényre. A helyi tánccsoportok, a Bokréta, ez a nagy együttes és a kis Bokréta néptánccsoport mutatja be azt a tudását, amit a szeptembertől idáig tartó időszakban összeszedett, ugyanis ilyenkor már kezdődnek a fellépési időszakok, a turné időszak, úgyhogy abban a fél évben szeptembertől márciusig van lehetőségünk arra, hogy tanuljunk új anyagokat, illetve a régit egy kicsit finomítsuk. Úgyhogy ez a lehetőség adott ezen a rendezvényen a gyerekeknek, és természetesen a műsoros estet követően egy jó ízű bál kerekedik, ahol pedig szórakozhatnak a meghívott vendégek is. 26 éve alakult meg a Hőgyészi Székelykör, az együttes is azóta létezik. Kisebb-nagyobb átalakulásokkal jönnek-mennek a táncosok, a kicsik felnőnek, a lányokból asszony lesz, megszülnek, elmennek egy időszakra, majd visszajönnek táncolni, aztán hozzák magukkal már a gyerkőceiket, úgyhogy most nem panaszkodunk, mert körülbelül 70 táncossal dolgozik a Székelykör, ami szerintem egy ilyen kis településen hatalmas eredmény. A társaság országos hatáskörű egyesületként van nyilvántartva. Tagja vagyunk a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének és a Muhara Elemér Népművészeti Szövetségnek is, ami azt jelenti, hogy azért az országos rendezvényeken mindig meghívást kapunk, többszörösen kiemelt minősítéssel rendelkezik a táncsoportunk, úgyhogy ez is lehetőséget teremt arra, hogy mindenféle nagyobb városban, országos rendezvényen is bemutatkozhassunk, és természetesen, ha van lehetőség, mint idén nyáron is lesz, akkor pedig nemzetközi színre is kivonulunk. Számos élménnyel és tapasztalattal gazdagodnak a közösség tagjai. Szeretek ide járni, jó a közösség, próbák is szuperek, hát a Gábor az mindig ilyen viccesebbre csinálja a táncot, élvezetes is, meg a, amiket csinál a, például a ilyen nyári tábor, vagy ilyen fellépés, ott is egy kicsit viccesebben próbálja felvidítani minket, a kicsiket,
meg ahogy a nagyokat is akarja. Az eseménnyel igyekeznek a régmúltat, a szokásokat visszahozni és ápolni, mondta Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Jó látni azt, hogy itt is egy olyan közösség él Hőgyészen, székelyek és nem székelyek egyaránt, akik fontosnak tartják a hagyomány ápolást. Örülünk annak, hogy tavaly egy új székelyházat tudtunk avatni. Ez is bizonyítja azt, hogy élő közösségről van szó, és ahogy körülnézünk, meg a műsorban is fogjuk látni, a fiatalokat és a gyerekeket is bevonják, és minden egyes közösségnek akkor van jövője, hogyha a gyerekek is vannak. A sokszínű műsor és köszöntő után egy jó hangulatú bállal zárták az estét. Regionális híreink következnek. Baranyán a kormányzati figyelem, területfejlesztési lehetőségek a vármegyében. Húsvét, sokan érkeztek a Balatonhoz. Zajlik a Bioszféra program a Dunadráva Nemzeti Parknál, a projektet a Föld napján mutatják be. Eljött Baranya ideje, a kormányzat kiemelt fejlesztési területe lett a térségünk, erről beszélt a vármegyei önkormányzat elnöke nemrég. Őri László azt mondta, most van egy olyan áldott időszak, amellyel élnie kell az itt élőknek. A kormányzat közlekedési nagy beruházásai utat nyitnak a gazdasági fejlődésnek Baranyában. Előadás a Baranya vármegyei önkormányzat dísztermében. A hazai területfejlesztés új irányairól beszélt a szakértő a képviselőknek a közmeghallgatáson a legutóbbi közgyűlés ülése előtt. Baranyára most úgy tekint a kormányzat, mint egy kiemelten fejlesztendő területre, mondta az önkormányzat elnöke. Azokkal az infrastruktúrális beruházások, amelyek kormányzati támogatással elindultak, amelynek révén gyakorlatilag az M6-os autópálya elérte az országhatárt, az átadás hátra van, de a munkálatok már jól láthatóan befejeződtek. Az a nagy kormányzati beruházás, amely megteremtette Baranyának a bővülő vízi elérhetőségét, a Mohácsi közforgalmú kikötőt, a Pogányi repülőtérnek az állami tulajdonba vétele, amely a működőképesség megtartását jelentette a repülőtér számára. Ez volt az alap, ha ez nem történik, meg nincs az állami tulajdonba vétel, akkor semmilyen repülőjárat nem tudott volna elindulni Pécsről, és terben van a repülőtérnek a további fejlesztése, és természetesen fontos az M60-as autópályának a folytatása, illetve a Pécset Kaposvárral összekötő új négysávos autót előkészítése, tervezésének az előkészítése. Ezek mind olyan lehetőségek, amelyekkel élni kell, hogy a térség fejlődése új lendületet vehessen, mondja a politikus. Tehát, hogyha ezekben a kérdésekben tudunk előrelépni, és az a beruházási célterület is majd meg tud valósulni, amelyről korábban döntött a kormány, akkor jó esélyünk van arra, hogy a következő évtizednek a Dél-Dunántúl és Baranya nyertesei közé tartozik. A területfejlesztési lehetőségekről, elképzelésekről tartott előadás után a képviselők megvitatták a hallottakat. A mai vitában azt kértem a baloldali ellenzéki képviselőktől is, hogy ezt a nemzeti és baranyai szempontból kiemelt célt, hogy adjunk új lendületet a térség fejlesztésének, ezt a lehetőséget, ezt ne szalasszuk el, ne tegyük a pártpolitikai csatározásoknak a színterévé. Nagyon bízom benne, hogy ezek a Baranya érdekében megfogalmazott gondolatok, ezek megértő fülekre találnak, hiszen most egy kegyelmi állapotban vagyunk, most valóban tudunk adni a térségnek egy új rendletet, és erre az itt élők nagyon régóta vágynak. Baranyában Pécsett élők, ennek a térségnek a múltja, és az itt élők tehetsége és szorgalma arra predesztinálja ezt a térséget, hogy végre kiemelt figyelmet kapjon. Az előadáson elhangzott, Baranya vármegyében komoly fejlettségbeli különbségek vannak a járások között. Van, ahol a munkanélküliség kérdése továbbra is fontos területfejlesztési feladat, amely egyben lehetőség is, munkaerő tartalékot jelent. A munkahely létesítését ösztönző beruházások így továbbra is kiemelkedőek. Kevés olyan megye van Magyarországon, amelynek közúti és vasúti infrastruktúrája nem alkalmas arra, hogy nagy léptékű beruházások érkezzenek. Baranya vármegye ezek közé sorolható. Ezért fontosak a közlekedési fejlesztések a térségben.
Benépesültek a balatonparti szállodák az ünnepekre, átlagosan 2-3 éjszakára foglaltak a vendégek, akiket családi programokkal és húsvéti ételekkel is vártak a hotelek. Legtöbben már pénteken elfoglalták szállásokat, de vannak, akik a tavaszi szünet további napjain is ideérkeznek. Valami szívecskét, az is jó. Húsvéti díszbe öltözött ez a siófoki szálloda. Az ünnepre mintegy 240 vendég érkezett ide. Igazából a tavaszi szünet kezdődött, és amiatt jöttünk, a családdal ünnepeljük majd a húsvétot. Úgy ünnepekhoz szeretünk egy kicsit így kimozdulni, pihenni. Ildikóék 3 napra érkeztek Pest vármegyéből Siófokra pihenni. Voltunk játszóházba wellnessezni. Hát körülbelül minden tetszett. Húsvét alkalmával különböző húsvéti mézeskalácsokkal kedveskedünk a vendégeinknek, illetve kapnak egy húsvéti üdvözlőkártyát is. A szálloda ilyen kis ajándékkal várta a vendégeket, emellett családi programokat is kínáltak húsvétkor, de nem maradhatott el a különleges húsvéti menü sem. Minden étkezéshez próbálunk valamilyen húsvéti tematikát adni, megjelennek ugye a bárányételek, de alapvetően a tojás, kolbász, sonka. Folyamatosan érkeztek húsvétkor a vendégek ebbe a zamárdi szállodába is. Itt mintegy 80%-os volt a foglaltság. A gyermekeknek kézműves foglalkozásokkal készültek, de családi programokkal is várták a vendégeket. Szarka Lénárdék, Nagy Igmándról utaztak a Balatonhoz pihenni. Születésnapok vannak nekem is, a fiamnak is, anyósomnak is, és úgy gondoltuk, hogy akkor itt töltsük a húsvéti ünnepet, meg a születésnapot egybe. A család 2 éjszakára érkezett a Balatonhoz. 4-en jöttünk, a fiam, anyukám, meg mi ketten. Program fürdés, meg minden egyéb. Pihenés. Sétálás. Sétálás. A szálloda konyhájában egymás után készültek a húsvéti ételek. A háziasszonyok válláról így leveszik a terhet, mondta a hotel kommunikációs és marketing vezetője. Ahhoz, hogy mindenki minőségi időt tudjon eltölteni ilyenkor húsvétkor, és ne kelljen nagy energiákat a készülődéssel, főzéssel, bevásárlással eltölteni, ezért ezek a szolgáltatások, ami a vendéglátás, illetve a szálloda szolgáltatás egyre népszerűbb. Húsvétkor főként belföldi vendégek, többségében családok foglaltak szállást a Balatonnál, ahol tavasszal egyre több program is várja már az ideérkezőket. 5 országban található természetvédelmi területeket foglalja a hálózatba a Muradráva-Duna Bioszféra Rezervátum, mely az együttműködést biztosítja a résztvevő országok számára. Mindez Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia és Szlovénia részvételével még 2021-ben jött létre. Magáról a Bioszféra Rezervátumról a Föld napján április 22-én tartanak ismertetőt a hagyományos tettyei rendezvényükön. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság 200 kilométeren át határos Horvátországgal, ezért rengeteg határon átnyúló projekt, együttműködés, terepi látogatás valósult már meg. Ezért ennek az intézményesített formája a Bioszféra Rezervátum. Ezt pedig igyekeznek kitölteni, ezért indult tavaly és éppen zajlik az EU és a nemzetek által finanszírozott úgynevezett LIFE pályázat, mondta Parrak Tibor, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság természetmegőrzési osztályának vezetője. Minden ország, aki a Bioszféra Rezervátummal érintett, az részt vesz ebben a pályázatban, és hát különböző, de a folyóhoz kapcsolódó élőhelyeknek a helyreállítása történik meg, illetve hát minden ilyen live pályázatnak van egy ilyen kommunikációs része, ahol ezt megmutatjuk a nagy közönségnek is, hogy mi az, amit csinálunk, illetve magának a Bioszféra Rezervátumnak a létét próbáljuk kommunikálni, és ez lesz most idén a Föld napján itt a tettyém. Parrak Tibor a projekt élőhely rehabilitációs részével foglalkozik. Ez a nagyobbik és költségesebb része a programnak. Itt 2 darab drávai mellékágat szeretnének helyreállítani, tette hozzá a szakember. Itt korábban 10 évvel ezelőtt már történt egy ilyen részleges megnyitás, hogy ezeket a mellékágakat visszakapcsoljuk a folyó vérkeringésébe, tehát javítsuk a vízellátását, és most ezt szeretnénk egy kicsit még jobban feljavítani, tehát a 12 év tapasztalat alapján igyekszünk ezeket átalakítani, illetve van egy dunamenti holtágunk, ez a Bátai holtág, ahol egy ilyen vízvisszatartó projekt fog megvalósulni ebből a pályázatból, ugye ez azt jelenti, hogy a
az árhullámoknál a holtákba kijutó víz az minél több időt töltsen el a holtákban, és akkor ezzel ugye az összes vízi élőlénynek, halaknak, kétéltőeknek kedvezőbb életfeltételeket fog jelenteni, és ugye ahol hal van, ott már van madár, vannak ragadozók, tehát egy ilyen komplex hatást várunk tőle, illetve egy mocsárrét, aminek a helyreállítása még itt a Dráva-Szentes környékén meg fog történni. Ezt a projektet 5 év alatt valósítják meg. Tervezés, engedélyezés, majd jöhet a kivitelezés, fogalmazott Parrak Tibor. Most ott tartunk, hogy a környezeti hatásvizsgálatokat indítjuk el, a műszaki tervezést indítjuk el, ezt várhatóan ebben az évben be tudjuk fejezni, és akkor mondjuk pont a drávai holtak esetében jövőre, ha minden jól megy, akkor a kivitelezést is el tudjuk kezdeni. És így ütemezve, vagy az 5 évre szépen végig elhúzva lesz majd a bátai helyszín, vagy a Dráva-Szentesi mocsárét is. Április 22-e a Föld napja. Ezen a napon programokat rendeznek világszerte, amelyek a bolygónk természeti értékeire, valamint a környezetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság idei rendezvényének középpontjában a Mura-Dráva-Duna UNESCO bioszféra rezervátum áll. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Dombóvári fórum, űrkutatástól a közelgő választásokig. Testületülés Tolnán, új parkoló, új óvodai játék és kiterjesztett közvilágítás. Növekvő bírósági teher, kiemelkedő hatékonyság Tolnában. Bál és zenés műsor, húsvéti rendezvény Hőgyészen. Csütörtökön gyenge vagy mérsékelt változó irányú északnyugati légmozgás lesz jellemző. Az éjszakai felhőzet várhatóan még kora délelőtt elhagyja az ország térségét kelet felé. Mögötte változóan felhős napos idő kialakulása valószínű. A gyorsan változó felhőzetből elszórtan előfordulnak kisebb záporok. Tartós jelentős eső továbbra sem valószínű. Este majd éjjel egy vastagabb, határozottabb felhősáv keresztezheti az országot, melyből elszórtan a nagyobb eséllyel átmeneti zápor eső is előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!